Minden nemzetnek van gyásznapja, de kevés nemzet könyvelhetett el olyan tragédiát, hogy lakosságának egyharmadát, területének pedig kétharmadát osztották szét, nem kevesebb, mint 7 ország között. Ezt mondta Vince Lóránt európai parlamenti képviselő a háromszéki Zalánpatakon, ahol részt vett a trianoni megemlékezésen és a felújított iskola átadási ünnepségén. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról emlékeztek meg a zalánpataki kisboldogasszony római katolikus templomkertben felállított trianon emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Vince Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, aki kiemelte, a magyar nemzet fogyatkozása számottevő, de a nemzetrészek a szülőföldjükön maradtak. Nyelvet, szokást, vallást nem váltottak, magyarok maradtak. Vince úgy vélte, a magyar nemzet felülemelkedett a trianoni tragédián és a nemzet szétszakításán. Itt Erdélyben nem vesztünk el, sőt megerősödtünk, és az elmúlt évtizedben körről körre, iskoláról iskoláról, templomra templomra építkeztünk, és jobban élünk kétségtelenül, mint néhány évtizeddel korábban, de a készenlét, a helytállás nem múlhat el, a választási időszak pedig különösképpen olyan sorsfordító idő, amikor ott kell lennünk a választáson, hogy ott lehessünk azokban az intézményekben, ahol meghozzák a döntéseket a mi közösségünkről, jelen kell lennünk, hogy ne a fejünk fölött döntsenek a mi ügyeinkről. A koszorúzásokat követően az emlékezők a zalánpataki általános iskola átadásán vettek részt, amelyet összefogással újítottak fel. Háromszék egyik legkisebb településén, Zalánpatakon vagyunk, ahol az egykori trianoni döntésre emlékeztünk, de ez átalakult a jövőbe vetett hitre, hiszen éppen most adtunk át egy óvodát, iskolát, ahol összesen óvodába, kisiskolába 16 gyerekre jár, nem csak a megye legkisebb település, a megye legkisebb oktatási intézménye is, amelyet helyi önkormányzat, megyei önkormányzat és uniós forrásokból nem csak felújítottak, hanem fel is fogunk szerelni az idei évben. Az idei választásokon az erdélyi magyarságnak meg kell erősítenie érdekképviseletét, mert csak így lesz biztos támasza, politikai eszköze és erős hangja a közösségnek, hangzott el a Nemzeti Emléknapon, amely a zalánpataki gyermekek ünnepi műsorával ért véget.